Mostantól ez a honlap segíti a fehérváriakat a 2013-as emlékév programjait illetően. Ide kerül majd fel minden olyan információ a jövőben, a beruházásokról és fejlesztésekről, ami a 2013-as emlékévvel kapcsolatos úgy gondoltuk, hogy a 2013-as ünnepi emlékévnek a programjait, rendezvényeit, történéseit is akkor tudjuk a legnagyobb arányban eljuttatni a fejvárjakhoz, majd később dokumentálni is gyakorlatilag az emlékévet, hogyha ez az internet segítségét is igénybe veszük, így lesz egy, -egy hollap, ami elindul a mai naptól kezdve. A portál fejlesztői igyekeztek arra törekedni, hogy a honlap felhasználóbarát és folyamatosan frissülő legyen, egy Facebook oldalt is társítottak a honlaphoz, hogy az még könnyebben elérje felhasználóit szeretnénk élővé is tenni, tehát csatoltunk hozzá a legnépszerűbb közösségi portálon egy csatornát, ott is napi frissítések, szinte napi frissítések lesznek, ez a honlap is szinte napi frissítéssel fog bírni, illetve olyan funkciókat is próbáltunk beletenni, amit diákok, fiatalok is tudnak használni, akár történelem órán, vagy akár például a városismereti verseny alapjául is szolgálhat majd. A tartalmak tehát folyamatosan frissülnek, jelenleg már archív felvételeket is talál a látogató arról, hogy nézett ki Székesfehérvár az 1930-as években. Hamarosan pedig több mint két órányi mozgóképet is feltöltenek ide az 1938-as Székesfehérvári országgyűlésről.